A következő kísérletben nátriumot reagáltatunk vízzel. A nátrium igen különleges fém, az alkálifémek többségével hasonlatosan őt is petrólammal tároljuk. Ezt azért tesszük, mert a levegő nedvesség tartalmával és oxigén tartalmával is intenzíven reagál, és a felületén ekkor kialakul egyfajta oxid réteg, ahogyan ez itt is látszik. Kiveszek egy nagyobb darab nátriumot a petróleum alól, és óvatosan, megfelelő védőfelszerelést fölvéve megpucolom. Kisebb darabot levágok belőle. A nátrium puha fém, ezért késsel vágható. És ekkor már is látszik, hogy a felszíne, ahol a vágás megtörtént, az már az ismert fémszínt mutatja. Csak egy kicsi darab nátriumra van szükségem, ezért további pucolás következik. Maradékokat mindig azonnal visszarakom a petróleumba, hiszen nem szeretném, hogyha a nátrium akkor is reagálna, amikor még nem célunk. Megvan tehát a borsószem nagyságú nátriumom. Ezt a nátrium darabot fogom beledobni a vízbe, de mielőtt ezt megtenném, előtte fenolftalen indikátor cseppentek a vízbe. Kérdés, a fenolftalen indikátor milyen kémhatás kimutatására alkalmas? A fenolftalen indikátor a lúgos kémhatás kimutatására alkalmas, a hidroxidionok túlsúlyát jelzi az oldatban. Az indikátor színtelen, a lúgos kémhatást lila, ciklámen vagy pirosas színnel jelzi. Tehát indikátort raktam a vízbe, és most a nátriumot beledobom a vízbe, majd egy kicsit hátrébb lépek, a heves reakció következményeit elkerülendő. Mint láthatjuk, a nátrium úszik a víz felszínén, sűrűsége kisebb a víznél. Miközben reagál a vízzel, a heves exoterm folyamatban megolvad, kis golyóvá válik, és így szaladgál a víz felszínén. A felszínen való szaladgálásnak az oka, hogy a reakcióban hidrogéngáz képződik, és a keletkező hidrogén lögdösi arrébb. A folyadék pedig ciklámen színűvé vált, ebből is láthatjuk, keletkező oldatban nátrium-hidroxid található, ez adja a lúgos kémhatást.